No, csak ide a mobilod ide. Oké. Most. Na, jól van. Tessék. Nem tanulsz? De tanulok. Add csak oda a mobilod. Már tanulok. Azt mondtam, hogy add ide! 3 napig elzárom. Állj neki tanulni! Bianca, nem láttad a töltőt? Miért van nálad a töltő? Miért van nálad a töltő? Ó, már csak 5%-on vagyok. Már csak 5%-on vagyok. Már csak 1%. Már csak 1%. Add vissza. Add vissza. Anya! Nesze! Anyuci, mondjad, átmehetek a Mátéhoz. Persze. Ez ja, de előtte mosogassál el. Oké. Mi a? Nem már. Bocs, tesó, csak egy óra múlva leszek ott. Még csodálkoznak a szülők, hogy el vagyunk rontva. Na ez az. Tarzan fél pucéra rohangál, én meg öltözzek normálisan. Hamupipőke meg éjfélkor jár haza, én meg érjek haza 8-ra, vagy most már 10-re? Anyám meg, ne pasíz, még nincs itt az ideje. Igen, hófehérke meg hétpalival lakhat együtt. Anya, mit teszünk vacsira? Csinálj most magadnak valamit, Nóri. Csinálsz? Vigyázz! Locsenge! Igen? Valami van a hajadban! Szedd ki! Szivattalak! Kösz szépen! Tudod, ott van a klussod, Viktor. Oké, viselkedj normálisan. Oh, hello, Viktor! Nem már! Szia, kicsim! Oh, hello! Gyere át! Nincs ez az Isten. Nincsenek itthon a szüleim. Ok, akkor sem. Oké, de van itthon sör. Úton is van a te kis izsákod. Hé, tesó, tudtad, hogy 2 típusú ember létezik? Nem. Az egyik fél órával előbb mindenhol ott van. Aha. A másik meg olyan, mint mi. Mindenhonnan elkésik. Én mosogass majd el, kérlek. Jó, megteregess majd ki. Eszembe, apáddal azt beszéltük, hogy vennénk neked egy autót. Micsoda? Ez komoly, anya! Nem, csak kíváncsi voltam, hogy ezt meghallod-e. Na állj neki, csináld meg, amiket mondtam. Gerda, tett vagy őszinte? Őszinte. Szűz vagy? Inkább tett. Hívd fel a crushod. Kész a kaja! Megyek enni! Mi, anya, átmehetek a Roxyhoz? Aha. Mi, most mit mondjak? Ah, jó, oké. Nem mehetsz! Ah, bocs, te so! Mindig így fogsz szeretni, Roland. Mindig. Csak nem mindig téged. Egy kis krumplit, Kata. Egyszer vegyél nyugodtan. Köszi. Nincs mit. Nem azt mondtad, hogy nem vagy éhes? Hányszor mondjam el, Kinga? Teljesen jó ez, anya. Na, ez rendes kaja. Egyél. Kincsem, gyere, vacsi. Gyere, szívem, kész a reggeli. Mi hűtőbe a fagyasztó? Mi? Meg kell sütni a jégkockádját. Jól vagy, anya? Anya? Mi? Persze, jó, gyere, vacsi. Anya! Ki, apa, gyere gyorsan haza. Lód, tudtad, hogy a buta emberek válaszolnak mindig nemmel? Oké. Szóval, te buta vagy? Ne. Várj akkor. Ez igen, jó? Csak a Jenny küldött egy ilyen kutyás vicces videót. Ó, nem oké. Oké. Egy pillanat. Édesfiam, add csak ide a mobilod. Tessék, ez a kutyás videó. Hadd nézzem. Ez tényleg jó. Nem mondod. Figyelj, és azt hallottad, hogy... Apó! Mi az? Andival telefonálsz? Nem. A Petrával. Várj egy kicsit. Igen, anya, a Petrával. És jól van, 1000 éve. Igen, anya, jól van. És az édesanyja hogy van? Anya, nem tudom, hogy van.
Kérdezd meg, na! Petra, anyukád jól van? Jó, jó. Jól van? Jól van akkor. Bocs, tesó. Jut eszembe, tanulásnak állj neki. Hello, tesó. Csá. Hogy mi? Ki volt az? Egy. Kettő. Három. Mira! Mi van? Muti a 9. oldal. Köszi. Mégse kell. Anyuci. Nem. Még nem is hallottad a kérdést. Tudom, mit akarsz. Nem mehetsz el a buliba. De miért? Mert én azt mondtam. Vigyázz! Mi a fa... Mit akartál mondani? Hogy... Igen, hallgatom. Hogy mi a mi? Mi a fene? Ezt akartam. Szerencséd! Bocsófi, itt volt anyám. Hé, Siri! Mi ennek a számnak a szövege? Nya! Annyi, nyó, nya! Annyi, nyó, nya! Segítség! Lod. Lili, mi az? Mi a kettes kérdés? Nem tudom. Ja. 48. Köszi. Várja most. Semmi. Hányas lett a tiéd? Csillagos ötös. Hármas. Hé, Siri, keresd már rá Google-be, hogy mi a bajom, nagyon fáj a fejem. Google szerint neked agyrákod, vagy fertőzésed, vagy cukorbetegséged, vagy terhességed van. Anya! Tesó, egy cselekvésből megállapítom, hogy hülye vagy, vagy sem. Aha. Próbáljuk ki. Mondd el, hogy mi van az udvaron. Jó. Ilyen hülyeséget. Akkor most... Hülye vagy. Hé, anya, átmegyek a plázába a haverommal, puszi. Várjál? Igen. Kivel? Nem ismered. Fiú? Igen. Mennyi idős? Annyi, mint én. Honnan ismered? A templomból. Ó, jól van akkor. Köszi. Várjál csak. Mi lesz, ha nagy lesz? Tetováló művész. Nem mész sehova. Bocs, tesó, nem tudok menni. Anya! Nem láttad a fülhallgatóm? A helyén van. Az hol van? Ott van a fiókban. Ja! Itt nincs, ezt nem hiszem el, Fruzsi. Soha semmit nem találsz. Tessék. Tesó, egy kérdésből megállapítom, hogy mennyire vagy szőke. Oké. Okay. Mikor van a szülinapod? Október 19. Oké, okay, de melyik évben? Ja, hát minden évben. Gratulálok, 100%-osan szőke vagy. Aszta, még sosem voltam 100%-os. Mora, küldtem egy videót. Oké. Bocs, tesó. Elnézést. Nyuci, mit teszünk vacsira? Csináljál magadnak most szendvicset. Oké. Savanyúság. Hol a vagy? Jövök. Vak vagy, kislányom? Nyuci. Meghúztam a kocsit. Húzd be a táblázatba mindenképp. Anya. Belerakod. Anya! Igen, igen. Mi az Ági? Hoztam neked haza virágot, meghúztam a kocsit. Oké, okay, meghúztad a kocsit, dolgozhatok? Mindig le kell adni. Mi? Meghúztad a kocsit? Ezt a videót nézd, Laura. Nem mondom, mert ez nem az a... Anya! Nem unatkozol, Vivi? De. Akkor mit csináljunk? Nem tudom. Nem tudom. Fejezd már be! Fejezd már be! Hús már! Hús már! Hülye vagyok. Hülye vagy! Ki hív? Anyám. Anyukád? Hello? Szia, anya! Mi? Bocs, anya, nem hallak jól. Mi ez a hang? Csak a Zerina anyukája nézi hangosan a tévét. Jó, jó, fél négyre hazérek. Bocs, tesó. Hallod, tesó? Most fuss! Más szeret. Persze. Akkor bizonyíts be. Mit tegyek? Harcolj egy oroszlánnal. Nem akarok meghalni. Kér valami mást. Akkor add ide a mobilod. Hol is van az az oroszlán? Jó, tegnap találkoztam a sráccal, és nem fogod elhinni. Na, mesélj, mi volt? Az volt, ho... Lottesó, lefagytál. Ha?
szóval megtörtént. Mi történt meg? Süket vagy? Bocs, tesó, mennem kell.